953 milliárd forint az EFOP, azaz az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program büdzséje, mintegy 35 milliárd forint jut a rászoruló személyeket támogató programra 2020-ig. Ezeknél a programoknál jellemző lesz, hogy egyszerre valósítanak meg beruházásokat, miközben a hozzájuk kapcsolódó tartalmakat is fejlesztik. Az EFOP célcsoportját az oktatási, egészségügyi intézmények, egyházi civil szervezetek és önkormányzatok, valamint a hátrányos helyzetű személyek adják. Az operatív program végrehajtásáról is kérdezem az EMMI Európai Uniós fejlesztés politikájáért felelős államtitkárát, dr. Köpeci Bócz Tamást, vendégünket. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok én is! Ez csak egy szelete annak az összegnek, amit az emberi erőforrás fejlesztésre lehet majd fordítani egészen 2020-ig, de mielőtt erről a programról és a következő ciklusról, hiszen már jövőre megnyílnak a pályázatok, beszélnénk, zárják december 31-ig az előző, a 2007-13-as ciklust. Ebben a ciklusban mennyire sikerült a lehetőségeket kihasználni, a felhasználni hazánknak? Igen, hát mint ismert, mi tavaly részben februárban, részben júniusban vettük át azt az intézményrendszert, aki a korábbi pályázatokkal foglalkozott. Jellemzően olyanokat, amelyek a minisztériumhoz kapcsolódnak, tehát egészségüggyel, szociális területtel, oktatásüggyel, hogy a legnagyobbakat kiemeljem. Akkor ez úgy nézett ki, hogy hát talán 60-70%-on sikerül ez zárni. Most örömmel jelenthetem, hogy 100% fölött vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy éppen az elmúlt héten még néhány olyan úgynevezett visszamenőleges pályázatot is meghirdettünk, amit egyelőre csak beteszünk a fiókba, tartalékba, és hogyha túlságosan sok pályázó nem tud elszámolni, akkor ezeket onnan elő tudjuk venni, és a költségvetés számára ezt a bevételt is tudjuk majd biztosítani. Nyilván ezek már végső, ha úgy tetszik, akkor válságmegoldások is voltak. Magyarország nem veszít el forrást, ez nagyon fontos, nagyon lényeges, ezt ki kell emelni. Ugyanakkor a pályázók minősége, a pályázatok minőségét azt biztosítani tudjunk, hiszen nem leszünk kényszerítve arra, hogy minden pályázónak a félig meddig szabályos részét is elszámoljuk. Tehát nagyon komoly ellenőrzésekkel fog ez történni. Egyébként sem volt jellemző a humán erőforrás pályázatokra a szabálytalanság, tehát ennek a mértéke ilyen 3-5%-ban mérhető. Ezt is soknak tartjuk egyébként, tehát tovább fogjuk ezt is szűkíteni. Tehát 100%-on számolunk el, és hát ennek megfelelően tudunk az új időszaknak már egy ilyen biztos siker tudatában nekifogni. Arról még beszélünk, hogy az elszámolási oldalon milyen szigorítás várható a következő időszakban. Milyen volt az aktivitás, hogyha még egy picit visszatekint? Hát azt lehet mondani, hogy ezek a programok önmagukban annyi pályázót mozgattak meg, mint az összes többi program együttvéve. Tehát ez mintegy 10-15 ezer közötti pályázói számot jelentett, 3-400 embert értünk el folyamatosan ezekkel a programokkal. Ez különböző időszakokban, különböző mértékben történt, de ezek csak számok. Azért ne felejtsük el, hogy itt alapvetően emberekről, emberi közösségekről, családokról, helyi közösségekről van szó. Sokkal fontosabb az, hogy olyan beruházások, olyan fejlesztések valósulhattak meg, amelyek egyébként nem lehettek volna. Szerintem mindenki tud a környezetében, 100 kilométeres környezetében biztosan legalább egy olyan kórházat mondani, ami felújításra került az elmúlt időszakban. Tud olyan felsőoktatási intézményt mondani, ami megújításra került ebben az időszakban. Remélhetőleg tud olyat is mondani, ebből ugyan kevesebb volt, amely szociális intézményekben változások következtek be. De nagyon sok új szakma létesült ezeknek a programoknak kapcsán. Olyan új felsőoktatási diplomákat lehet ma már szerezni, amiket korábban még nem lehetett szerezni. Ennek megfelelő doktori iskolák adják a hátterét. Szóval egy nagyon szerteágazó dolog, ahol talán nem a mennyiségek és a számok, hanem a minőség legalább annyira lényeges és fontos. És ugyanilyen szerteágazó lesz az úgynevezett EFOP pályázati rendszer is, illetve a keret is. Mi az átfogó célja ennek a pályázati rendszernek? Indikátor szempontjából, tehát ha úgy tetszik, akkor számon kérhetőség szempontjából három nagyon fontos célkitűzés van.
Az első az az, hogy akik elkezdik az iskolát, azok fejezzék is be, ezt néha úgy szoktuk mondani, hogy lemorzsolódás vagy végzettség nélkül iskola elhagyás, ezek lennének a szakszavak. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a 8 általánost mindenki fejezze be, hogyha valaki elkezd egy szakiskolát vagy egy szakközépiskolát, akkor szerezze meg ezt a képesítést. Ez sajnos ma Magyarországon 10% fölötti van, tehát minden tizedik gyerek nem tudja, nem képes megszerezni akár a bizonyítványát, akár a szakképesítését. Ezt mindenképpen csökkenteni szeretnénk, különösen nehéz helyzetben vannak azok az iskolák, amelyek hátrányos helyzetű járásokban, településekben, és így például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez itt egy nagyon fontos eredmény lesz. A következő lényeges eredmény az az, hogy a fiatalok között minél többen szerezzenek diplomát. Ha lehet, akkor az arányuk az akár a 40%-ot is érje el. Mi azt látjuk, és minden statisztika ezt mutatja, hogy a diplomások munkanélküliségi veszélyeztetettsége a lehető legkisebb, alig 3% szokott ez általában lenni. Tehát önmagában ez ad egy biztonságot. És a harmadik ilyen lényeges kérdés az a szegények számának a csökkentése. Itt Magyarország csak nem 450 000 fővel vállalta csökkenteni a szegénységben élők számát. Össze-európai szinten ez azt hiszem talán 20 millió főt jelent egyébként, tehát minden ország küzd ezzel a problémával. És nyilvánvalóan egészségügyi programok, illetve egészségügyi fejlesztések is lesznek ebben a csomagban. Hogyha megnézzük azt, mennyire fogja segíteni ez a pályázati rendszer, az EFOP rendszere a területi hátrányok leküzdését? Igen, tehát ugye ezek a legfontosabb célok, amiket az előbb elmondtam, és ezen belül mi területi differenciálás módszerét fogjuk alkalmazni, tehát a célok, módszerek azok ilyen módon váltak külön. Kifejezetten az a célunk, hogy azokon a területeken, és ebbe Kelet-Magyarország gyakorlatilag minden megyéje tartozik, ahol ma a társadalmi hátrányok a legnagyobbak, ide jusson a legtöbb forrás, tehát nem fog ugyanannyi forrás jutni, hogy ne mondjam Budapestre, mi nagyon csekély, alig néhány százalékot fogunk csak fordítani, ez egyébként Európai Uniós szabály is, de jellemzően ilyen területi differenciálással dolgozunk. Ez az első lényeges módszertani megközelítés. A másik, hogy milyen ágazatokon keresztül éljük ezt el, így az egészségügy, az oktatás, a szociális terület, a kultúra, a sport, ezek mind-mind hozzá fognak járulni ezekhez a célokhoz. Milyen módon és hogyan fogják a célcsoportokat közvetlenül támogatni? Ez nagyon fontos, hiszen lesznek pályázók, lesznek kedvezményezettek, de lesznek programok, amelyek el fognak érni ezekhez az említett célcsoportokhoz. A pályázatok jelentős része intézményeken keresztül valósul meg, tehát értelemszerűen egy iskolán, egy kórházon, vagy valami olyan állami, egyházi vagy civil fenntartású intézményen keresztül, ahol a szabályosság, a számon kérhetőség az megtörtént, és látjuk, hogy miért vannak ezek az intézmények. Ugyanakkor nagyon jó a kérdése, nekünk nem az intézmények a fontosak, hanem az emberek, a személyek, akik ebben bent vannak. Közvetlen támogatást is kaphatnak, részben megélhetési támogatást, hogyha egyébként a szociális helyzetük ezt indokoltá teszi. Ez kvázi egyfajta segély jellegű, de nem olyan segély, amit csak úgy megkap, hanem ezért a programban aktívan részt kell venni, és el kell érje ezeket a fejlesztési célokat. Egészségügyi területen, akik bevonásra kerülnek, ott minden esetben ez egyébként inkább szolgáltatás jelleggel történik, úgynevezett egészségfejlesztési terv készül, ami nem egy hónapra, nem egy évre, hanem akár hosszabb időszakra is vonatkozik a későbbiek során, ugye ez ma már a jogszabályokban is rögzített, bizonyos életmódot be kell tartani ahhoz, hogy egyébként támogatott gyógyszerekhez hozzájusson valaki. Tehát, hogyha például cukorbeteg, akkor ez azt jelenti, hogy ha bizonyos életmódot nem folytat, akkor nem kaphatja meg azokat a gyógyszereket ilyen módon állami támogatásból, vagyis egyfajta partnerséget, egyfajta közös felelősséget szeretnénk átadni. Még egy nagyon fontos és röviden, ebben a pályázati rendszerben fontosnak tartják azt, hogy a helyi igényekre gyorsan reagáló programokat támogathassanak, és ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal egy szorosabb együttműködést is kezdeményeztek. Miről szól ez? Igen, mi azt gondoljuk, hogy nem csak úgy egyszerűen kiírunk egy országos pályázatot, hanem pontosan látni szeretnénk az igényeket, igényfelmérés, pontosan látni szeretnénk a kapacitásokat, tehát mi az, amit ebben az évben el tudnak végezni, és mi az, amit a következő évben, és ehhez igazítanánk. Ezen kívül szeretnénk azt látni, hogy még milyen más olyan fejlesztések állnak rendelkezésre, amivel közösen tudunk jobb eredményt elérni. És ebben a megyei önkormányzat egy kiváló partner, és hosszú évek óta jó együttműködő, és tervező, és gondolkodó partnerünk, úgyhogy ebben bízunk, hogy ezt tudjuk folytatni a következő években is. Államtitkár úr, köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.